Néptánc, felvonulás és a hagyományos kalocsai minták megtanulása lesznek a fő motivumai annak a kétnapos rendezvénynek, mely a hagyományos értékek megmutatásáról szól majd a pünkösdi hétvégén. A siker érdekében a helyi néptánc együttesek, a Városi Múzeum és az Innovációs Központ Nonprofit Kft. Fogott össze és hívott életre egy várhatóan színes és nagy érdeklődésre számot tartó programot. Az esemény a térség egykor kiemelkedő kulturális programjának, a Dunamenti Folklor Fesztiválnak mintájára jött létre, mondta Zsigó Zoltán, a szervező Innovációs Központ igazgatója. Ha visszaemlékezünk, akkor azt láthattuk mindig itt a belvárosban, akár Szekszárdon, akár Kalocsán, hogy óriási nagy színpompás népviseletbe öltözött sok száz ember vonul az utcákon, énekelnek és táncolnak, és mindenki magas színvonalon mutatja be egyébként azt, hogy valójában kicsoda ő, honnan jött, és milyen kulturális értékei vannak. A Dunamenti Folklor Fesztivál a pandémia és a szervezési nehézségek miatt évek óta nem szerveződött meg. A kalocsaiak most arra vállalkoznak, hogy a nagy sikerű rendezvény mintájára hozzanak létre egy új programot. Ezen a szép pünkösdi hétvégén, ami egyébként is egy érseki városban azt gondolom, hogy különleges az emberek számára, legyen ez a népzene, a néptánc és a népi hagyományoknak az ünnepe. A legnagyobb látványosság a vasárnap délutáni felvonulás mellett a népművészeti és táncos bemutatók és koncertek várják az érdeklődőket Kalocsán.